azt szerettük volna, hogy a megyébe egy olyan közösség alakuljon ki, amely egyrészt magát a megyét egy zárt, egységes, erős, potenciálisan meghatározó megyévé kerekítse, teljesítse ki. A megyei önkormányzat megalakulásakor tűzte ki maga elé a vezetés ezt a célt. Fehérvári Tamás elnök azt mondta, a közösségi tudat megerősítése volt a legfontosabb feladatok egyike. A megyei közgyűlés elnöke maga sem bízott igazán az értéktárt bizottságok sikerében. Mára kiderült, a települések felmérték értékeik fontosságát. Érdemes ebbe belállni, és munkatársaim is úgy látják, hogy amellett, hogy a megyének vannak olyan gazdasággal kapcsolatos fontos feladatai, amiket kell csinálni, és ami szintén előre visz, hát ez is egy óriási és nagyon fontos feladat, és ez nagyon-nagyon hosszú távú megtérüléssel bír ez a dolog. A területi operatív programból 60 millió forintot fordít a megye a 8 település együttműködésében létrejövő közel 100 programelem lebonyolítására, melyben a képzőművészet, a zene, az irodalom, a közösségfejlesztés és az értéktárak fejlesztése kap majd helyet. A program lebonyolításában a cselekvő közösségek hálózata és a tankerület is segíti a megvalósulást. Mondtam is, itt egy úttörő munka az egész, úgyhogy a napról változni fog, és biztos, hogy lesznek benne buktatók, de ahogy mi összeállítottuk, ez egy nagyon szép dolog. Már előre várom egyébként ennek az eredményét, mert tehát a gyerekeket visszatanítani arra, amiket mi is tanultunk, és hogy vigyék tovább. Ez egy csak a probléma. A másik az, hogy tényleg legyenek büszkék arra, hogy itt élnek vidéken, és legyenek büszkék arra, hogy ilyen kultúrája van a környékünknek. Ha erősek a települések, erős lesz a megye is, hangzott el a tájékoztatón. Örömmel meg fogjuk ismerni a másik településeknek is, hogy milyen értékeik és milyen kincseik vannak. Legalább ez a két év arról szól, hogy elindít talán egy olyan folyamatot, ami a jövőbe úgy tekint, hogy nem csak szomszédok, hanem barátok laknak együtt a Sió partján. A program november 28-án és 29-én a Sióalgárdi értékhangoló vetélkedővel indul.